Püspök úr, 50 éve szentelték pappá. Hogy emlékszik vissza arra a papszentelésre? Ez a papszentelés az Veszprémben volt, 1963. június 21-én, ami Jézus szíve péntek volt egyúttal, és a dr. Szabó Imre eszteromi segédpüspök szentelt, aki az egész országban ő volt a szentelő, mert a veszprémi püspök is internálótáborban volt, de most épp láttam Bozsák püspököt is, ő szentelte Egerbe, tehát ott sem volt olyan, aki szentelt volna, és Győrbe, vagy Veszprémbe szentelődtünk, fele Esztergomba végzett, fele Szegeden, akkor Veszprémi egyházmélyések ott is voltak. Úgyhogy hát ez mondjuk 50 évvel ezelőtt volt, és Klempa Károly volt az apostoli kormányzó, hát ő ott ült a papok között, és aztán utána elsőnek jött a készfeltételre, de hát tulajdonképpen megyés püspök az nem volt ott jelen. És milyen kilátásai voltak akkor egy papnak 50 évvel ezelőtt? Milyen státusza volt, milyen megítélése a társadalomban? Hát tulajdonképpen az emberek körében szerintem pozitív volt a megítélése, de hát a társadalom hivatalosan kifele nem vett róla tudomást. Ez mondjuk csak egy példát mondjak, hogy édesanyám tanárnő volt Keszthelyen, tehát én például újmisémet nem mondhattam még otthon, mert akkor őt kitették volna, amire már volt előzőleg is próbálkozás, hanem Pesten a Hubolcai Karmelba. De ahogy úgy visszaemlékszem, hogy ezzel mi nem nagyon foglalkoztunk, szóval akkor inkább annak örültünk, hogy eljutottunk a papsághoz, és vártuk, hogy szeptemberben majd kihelyeznek, aztán elkezdhetjük a munkánkat. És a hivatása kialakulására hogyan emlékszik vissza? Hát Keszthelyen jártam minisztrálni, iskolai ittara nem járhattam már, de ilyen templom ittan az volt, és akkor került oda a földi elemér fiatal káplán, aki a szemináriumban volt Veszprémben prefektus, aztán ugye feloszlatták a szemináriumot, őt kitették, először a téglagyárban dolgozott, aztán úgy az első helye volt, amikor újra visszakerült. Ő vitt bennünket kirándulni, foglalkozott velünk, meg hát jártunk rendszeresen minisztrálni. Úgyhogy azt hiszem, hogy elsősorban az ő jó példája az, ami indított, hogy ezt szívesen csinálnám én is. Aztán utána a többi káplánok is, Ecker Béla, Kraszna József, vagy ezek mind a hárman itt voltak a püspök szentelésen is, azóta már mind a hárman meghaltak sajnos. Tehát az ő jó példájuk. A második János Pál mondta, hogy minden hivatás mögött ott van egy vagy több jó papnak a példája, és ezt én is meg tudom erősíteni. És miután püspök lett, azóta már számtalan papot szentelt. Így a másik oldalon állva mire gondol közben ilyenkor, amikor új papok kerülnek az egyházba? Hát az ember mindig örül annak, hogyha valaki tényleg elkötelezetten erre az útra rálép és elfogadja Krisztusnak a hívását, mert ez nem egy foglalkozás, nem egy olyan, amit lehet fél időbe csinálni, vagy pedig átváltani egy másikra, vagy felakasztani a palástot, mint ahogy protestánsoknál, hogy fölfüggesztik egy évre, vagy két évre, vagy országgyűlési képviselőség idejére. Tulajdonképpen a papság az a személyt, a létet foglalja le, és abból nincs olyan, hogy most eddig munkaidő van, utána nincs. Egy Szent Pált nem tudnám elképzelni nyugdíjasnak se. Tehát én azt hiszem, hogy ezek csak ilyen emberi kategóriák, de mögötte ez a teljes odaadottság ez a legfontosabb. És hát azért imádkozom, hogy akiket tényleg szentelek, azok ilyenek is legyenek. Nyilván, hogy emberek vagyunk, az egyház is emberekből áll, és ez nem mindig jön be ilyen formán, de ennek ellenére továbbra is bízni kell, és mindent megtenni, hogy ilyenek kerüljenek oda. A szentelését követően egy jó 10 évig lelkészként dolgozott különböző helyeken. Hogy emlékszik vissza ezekre az időkre? Hát 10 évig voltam káplán, igen, különféle helyeken. Ami nagyon érdekes volt, és tényleg, hát akkor az első helyen ott még csak gyalog vagy biciklivel lehetett menni, aztán később motorral, autóig sose jutottam el, tehát aztán hát különféle helyeken voltam, többek között Nagykanizsán, Siófokon, Balatonfüreden, hát Kapornakon kezdtem, az egy kisebb hely, Kiskomárom, ott Szent György mellett van, úgyhogy tehát mindegyikre nagyon örömmel emlékezem vissza, és azért mindenhonnan még ma is vannak emberek, akikkel kapcsolatot tartok, vagy hogyha esetleg nem is tudatosan tartok, de néha úgy fölbukkan, hogy ez itt volt minisztráns, vagy ott volt hittanos, és azért úgy emlékeznek rá, és nekem is egy öröm azért visszagondolni. Hát egy szép időszak volt. Utána kerültem aztán ki két évre Franciaországba, és hát az megint egy nagy élmény volt, hogy akkor még kommunizmus volt, egy kicsit úgy kilépni a béketáborból idézőjelbe, és
és egy kicsit a világegyháznak a különféle helyeiről jöttek el személyesen találkozni, ez mindenképpen egy nagy dolog volt. És utána pedig hát a szeminárium múlva. Először Szegeden tanítottam, ott csak tanár voltam, Pesten pedig 18 évig spirituális, tehát elöljáró is, megtanítottam is. Tehát egy jó 10 évig a pap képzésben is működött, és mit tart fontosnak a papképzésben, tehát a tanulmányok során mit kellene elsajátítaniuk a papjelölteknek? Én azt hiszem, hogy tehát a megtanulható dolgok mellett legalább olyan fontos, hogy egyfajta elkötelezettséget tanuljanak. Mégis azt föl is vetette valaki a kérdést, hogy meg lehet ezt tanítani könyvből valakinek. Én azt hiszem, ez csak olyanoknak az életéből fakadhat példájából, akik maguk is elkötelezettek, és ezért a legfontosabb, persze fontos a tanulmányi fölkészülés is, de legfontosabb, hogy olyanok képviseljék, akik maguk is ezt szívvel, lélekkel csinálják. 91 óta győri püspök, ez egy nagyon hosszú időszak. Felelevenítene néhány fontos állomást ebből a időszakból? Igazából egy szerencsés időpont volt ez olyan értelemben, hogy a rendszerváltás után nem sokkal kerültem ide, már Veszprémbe plebánosként részt vettem egy iskola átvételen, annak láttam az összes nehézségeit, problémáit, és itt, mikor ide kerültem, akkor itt is tudatosan kezdtem egyrészt az iskolarendszert kiépíteni, ami hát hála Isten azért nagyjából sikerült is. Tehát iskoláinkat, az egyetemi kollégiumot, kettőt, aztán középiskolai kollégiumunk is van egy kisebb, és hát mondjuk a mellette aztán a templomépítések, kiépítése sok mindennek, ami előtte nem volt lehetséges, tehát akár a karitásznak, akár hát például az egyházmegyének mondjuk a sajtóval való kapcsolat, amiben ez a felvétel is beletartozik, meg a hitvallás újság, és továbbképzők, fiatalokkal való foglalkozás. De amit a legfontosabbnak tartok minden mellett, azért mégiscsak az, hogy a szeminárium a jövő záloga. Most itt nem csak arra gondolok, hogy kívül belülről az épület megújult, és hát most sikeresen megvédtük az árvíztől is, ami egy nagy, nagy csata volt, nem nagyon bíztam benne, hogy sikerült, de hát hála Isten azért rengetegen segítettek, hanem inkább belülről, tehát a szemináriumi képzésnek a megújítása. Ebben egy nagy lépés volt a Római Lateráni Egyetemmel való affiliáció, ami egyrészt hát minden kisbabot arra ösztönöz, hogy egy bizonyos témával külön is foglalkozzon, és hát mondjuk ez a külfölddel való kapcsolat, hogy eljönnek a szigorlatokra, vizsgákra, ez azért ugye a színvonalat is garantálja, meg fiatalabb tanárok most már lassan, akik azóta kerültek ide, de még előtte is már mindnek olyan végzettsége van külföldről, hogy arra is építeni lehet, de mondom azért ez mindig csak másodlagos, tehát az elsődleges az a fajta példa, ami egy elkötelezett előjáró vagy tanárnak a példájából jön. Kiemelkedő esemény volt II. János Pál pápa látogatása. Ezt hogy sikerült elérni, hogy a pápa eljöjjön Győrbe? Igen, hát tulajdonképpen amire mi tudatosan készültünk, az apor püspök úr boldog avatása, az már a Ternyák érsek úr még mint titkár itt elkezdte, aztán mint rektor folytatta, és mondjuk az azért ez egy csúcspontja volt az eddigi időszaknak, ami hát egy évvel később a pápa látogatás után történt, és ez egy nagy eredmény az egyházmegye számára, az első boldogavatás volt a rendszerváltás után. A Szent Atya látogatás az a mi részünkről talán egy kicsit véletlenszerű volt, hiszen az első látogatásból Győr kimaradt 91-ben, és utána pedig Pannonhalma 1000 éves évfordulójára hívták meg a Szent Atyát, és mivel szeretett volna azért az ország híveivel is találkozni, így adódott Győr. És aztán az ipari park, ahol ma már nem lehetne megtartani, mert most már azóta beépült, de a kereszt, az emlék azért az ott van most is. Az mindenképpen egy nagy élmény volt, és azt hiszem, hogy a egyházmegye híveinek is, meg hát egyáltalán a magyar egyháznak egy lendületet, lökést adott. Említette boldog apor Vilmos püspököt. Mit gondol, hogy áll a kultusz a Győrbe, mennyire ismerik? Hát azt hiszem, hogy ő nem úgy volt, mint Mindszenty Bíboros, róla mindenki tudott. De én emlékszem rá, amikor egy apor évet hirdettünk itt, és akkor mindenütt iskolákba, plebániákon, mindenütt próbáltuk a tiszteletét előmozdítani, bizony sokan nem hallottak róla. Mert azért, hogy eléggé a csend vette körül, ugye nem lehetett beszélni róla hosszú ideig. De most már egyrészt mindenki tudja, nem csak itt nálunk, hanem az egész országban.
és azóta rendszeresen hát az apor ünnepségeken, a szentmiséken, szent javatásáért végzett szentmiséken, meg az évfordulóján minden évben, amire a papság is jön zarándoklatra, meg a hívek is. Én azt hiszem, hogy most már mindenki ismeri, és épült már templom is a tiszteletére, szóval azt hiszem, hogy ilyen szempontból jól áll az egyházmegye, és nagyon sokszor jönnek levelek ilyen ima meghallgatásokról. De hát ami a legfontosabb volna most, azért is ezért kell sokat imádkozni, hogy a szent javatáshoz egy csodát kell igazolnia. Boldog avatáshoz nem kellett, mert vértanú. Az utóbbi években látványosan felkuszott a Szent László kultusz, illetve a könnyező szűzanyag egykép. Igen, hát annak is 300 éves évfordulója volt a könnyezésnek 97-ben, ami egy szép nagy ünnepség volt, és a könnyező szűzanya bucsón is mindig sokan vannak, sőt az utóbbi 2 évben, mint hogyha még többen lettek volna. Az idén itt volt a klonferti püspök utóda is, aki hozta annak idején a kegyképet, és most majd júliusban mi is megyünk Írországba, és visszaadjuk ezt a látogatást, egy ilyen kölcsönös kapcsolat kezd kialakulni. Ez mindenképpen egy nagy kincs az egyházmegyének, és tulajdonképpen nem is azért lett bazilika a székesegyházunk, mert székesegyház. A bazilika címet általában bucsijáróhelyeknek szokták adni, úgyhogy tulajdonképpen azért nevezzük bazilikának, mert a kegykép itt van és a kultusza élő. És a aporpüspök úr kultusza hasonlóképpen, hiszen ide is nagyon sokan jönnek és zarándokolnak, nem csak itthonról, hanem külföldről is. Most már több mint egy éve látogatható a püspökvár tornya, és ugye megnyílt az Ichy Ferenc látogatóközpont. Milyenek a tapasztalatok? Eddig nagyon jó a tapasztalat. Tulajdonképpen hát kétségkívül, hogy a toronyba szeretnek a legtöbben fölmenni. Van, aki csak oda megy, de azért nagyon sokan az egészet végigjárják, az egész kiállítást, amiben egyrészt az egyház megyének, meg egyáltalán az egyháznak a vallásos életéről, meg a kulturális múltjáról is egy képet kapnak azok, akik ezt végigjárják. Hát benne persze az apor kiállítás is, ami egy tényleg egy olyan megrendítő és megdöbbentő élmény mindenki számára. Püspök úr a Magyar Katolikus Konferencia Iskola Bizottságának is a elnöke. Hogy látja, hogy van a katolikus oktatás mai magyar közoktatásban? Hát most már én azt hiszem, hogy nagyjából mondjuk az igényeknek megfelelően mindenütt van lehetőség arra, hogy valaki egyházi iskolába írassa a gyerekeit. Egyházmegyékben mi most nem vettünk át új iskolát. Az utolsó, amit létrehoztunk, az a Szent Pál Szakkollégium Egyetemi Sopronba. És az ország többi részén még most is vettek át több iskolát, intézetet, főleg az Alföldön, és mondjuk Borsod megyébe, Egri egyház megyébe, Szeged környékén, de ott kellett is, mert azért ott ritkábban kevesebb volt az egyházi iskola, kevesebb hagyománya is volt annak. És az országos hatókörű pedagógiai intézetünk, a KPSTI, az összehangolja az összes egyházi iskoláknak a munkáját, és tulajdonképpen most, amikor a kormányzat bevezette azt, hogy újra elkezdik a tanfelügyeletet, meg egyebeket, akkor pont azt nyilatkozta a miniszter, illetve az államtitkár asszony Hofmann Rózsa, hogy a KPSZT-nek a példáját kellene átvenni, és ez ad egy olyan egységes irányultságot az országban bárhol lévő katolikus iskolának. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos továbbképzésbe is, meg ellenőrzésbe, mert ez tulajdonképpen azt hiszem, hogy semmi nem működik annélkül, hogyha nem ellenőrzik. Következő tanévtől aktuális a erkölcs, etika, illetve hittanoktatás megreformálása, vagy megújítása az országos közoktatásban. Hogy látja ezt a kérdést? Itt még sok kérdőjel van, amit még nem látunk világosan, de az mindenképpen pozitív, hogy 50%-nál több a hit és erkölcstant választotta országosan, holott eddig a hitoktatásra kb. 30% jelentkezett, hogyha országosan nézzük, tehát ez mindenképpen jelent egy komoly előrehaladást. A gyakorlati kivitelezése nyilván lesz egy-két zökkenő, és ettől azért nem szabad megijedni, azt hiszem, mert hát nyilván most már fölnőtt egy-két olyan generáció, most már nem csak a mostani gyerekek szülei, hanem már sokszor a nagyszülei se kaptak rendszeres vallásos nevelést, és ilyenkor hát úgy könnyen egyfajta közömbösség, vagy pedig mindegy, hogy hova jár, csak jót halljon, szóval ezek az elképzelések, ezek még jelen vannak, de én azt hiszem, hogy hát szorgalmas munkával, meg helytállással, meg jelenléttel azért ezt jóra lehet használni.
Zárásként egy kicsit fiktív kérdést szeretnék föltenni. Ugye most voltak a papszentelések, mit gondol, hogyha ők 50 év múlva elmondják az aranymiséjüket, akkor milyen egyház papjai lesznek? Hogy fog kinézni Európában a katolicizmus vagy a világban? Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert hiszen 50 évvel ezelőtt is jósoltak sok mindent, ugye a zsinaton, meg zsinat utáni időszakra, úgyhogy erre nem is mernék jósolni semmit. Az mindenképpen látszik, hogy arra föl kell készülnünk, hogy bizonyos értelemben egy olyan diaspora egyházzá válunk, ami bizonyos szempontból persze negatív, hogyha megszokta valaki, hogy egy faluban mindenki katolikus, mindenki templomba jár, mindenki egyfajta keresztény nevelést ad, ez már megszűnt. Viszont talán ebből majd kialakul egyfajta olyan, hogy talán tartásba, meg odaadásba komolyabbak és felkészültebbek lesznek azok, akik tényleg kitartanak a hit mellett. Még annak idején egyszer a Gál professzor úrtól kérdezték meg, még a javában kommunizmus volt, hogy hát hogy alakul majd az ökumenikus mozgalom, és akkor ő azt mondta, hogy hát azt mondja, hogy nagyjából a értelmes, gondolkodó fiatalok hit nélkül nőttek fel. Azt mondja, most majd mindegyikünk hirdeti az evangéliumot, és ahol valamit találnak, oda fognak menni. Hát én azt mondom, hogy ebben benne van az is, hogy a mi felelősségünk is, hogy olyan papok legyenek, akik úgy tudják hirdetni, hogy az tényleg a gondolkodó fiatalnak is, mert azok keresnek bennünket leginkább, de mindenki másnak is egy olyan legyen, amiben talál valamit. Hát nem is valamit elsősorban, hanem inkább valakit.